Harmadik alkalommal ültettek fát a szociális munkanapja alkalmából Szekszárdon. Ezúttal egy díszkörte csemete kapott helyet a Balassa János kórház főbejárata előtti téren. Az akciót a RÉV szenvedélybeteg segítő szolgálat, az önkormányzat és a kábítószerügyi egyeztető fórum szervezte. Ha elültetünk egy fát, akkor talán valamiféle maradandó emléket állítunk ennek a napnak és egyáltalán annak a szakmának, aminek hát egy társadalom számára kevésbé megfogható. Talán nincs akkora, tárgyasult formája, tehát nem építünk valamit, hanem csendben dolgozunk a háttérben, sokszor más szakmákhoz kapcsolódóan. A megyei kórházban is fontos szerepet töltenek be a szociális munkások, közülük hárman központi szolgálatban dolgoznak, ők a klinika teljes területén végzik a munkájukat, illetve több szakember tevékenykedik a pszichiátriai osztályon. Nagyon sokat segítenek a betegek szociális ügyeinek az intézésében, a hozzátartozókat segítik, támogatják abban, hogy felkészítsék a beteget a hazabocsájtásra, illetve az ő fogadására. Az osztályokon beszélgetnek, törődnek a betegeinkkel, pszichésen támogatják őket. A Tolna megyei Balassa János kórházban 1994 óta dolgoznak szociális munkások.